Kihúztam a fehér nemű szekrény alsó fiókját, oda tettem a pergődobot, és egy fakanállal elkezdtem csépelni. Ezt felvettük az egyik magnóval, majd a magnón visszatekertük le, nyomtuk a play gombot, és amíg a másik magnót rekordba állítottuk, arra mondjuk a basszust feljátszott ezen a furulya nagyságú, egyébként mintegy 3 cm átmérői hangszoróval rendelkező kis eszközön. Tehát a felvétel a végén az következőképpen nézett ki. Az időszaki kiállításban a klubtérben elindítottunk egy új sorozatot, és ugye minden hónapban az időszaki kiállításnak az időtartamába beleillő zenészeket fogunk meghívni. Ennek volt ugye az Ákos az első része. Kitől kaptuk meg a srácnak a számát, akinél aztán az első felvételket készített, én meg nem mondom. Ott nála is egy gardrop szobába vagy egy kis szobába vettük fel a dobokat, és az ő javaslata volt az is, hogy adjunk egy kvázi kazetta maxit, de ezek ilyen kézen közön történő eladások voltak, tehát nem valódi terjesztés, de a semminél sokkal több volt. Az igazi segítséget a Csillag születik nevű akciónak a zsűri elnöke, Fábián Tibor adta nekünk. A mi produkciónk az valószínűleg emberi fogyasztásra alkalmatlan volt, és a zsűri által értékeltetlen volt. De a Tibi látott valami fantáziát bennünk, és aztán profetikus döntés volt. Szólista kategóriába tovább engedtek minket, ahol aztán az erős harmadik helyet csíptük meg. A rendezvényhez tartozik egy vezetett tárlatvezetés. Az Ákos szerette volna mindenképpen, hogy ő is ennek a részese legyen, és már ott elkezdett sztorizni, tehát már ott elkezdte mesélni a Bonanza Banzai megalakulásának történetét. A Hungaroton például kinyomta a lemezünket, de például nem reklámozta. Én meg mentem ugye tárgyalni új lendülettel, és mondtam a Gilbertinek, hogy hát figyú, Imre, közgáz hallgató vagyok, és hát tanultuk, hogy marketing, meg minden. A szocialista reklámetika alaptételét mondta el, azt mondta, Ákoskám, ha egy lemez nem megy, arra az Isten pénze nem elég. Ha egy lemez megy, annak meg minek reklám? És a miénk ment egyébként, mert alulról jövő kezdeményezésként az itt jelenlévők szülei vásároltak ebből a lemezből. A Csillag születéken a harmadik helyhez járt egy óra a TomTom stúdióban. És akkor a Zsultival kimentünk hívve. És a bevásárló szatyorba hozta a Commodore 64 című számítógépet, mert azon voltak a hangok, hogy ilyen hangok, ilyenek. Becsöngettünk, és nagyon sokára nyitott ajtót, a Dorosban, hogy a korál dobosa, érted? És a pulzusba láttam. És ott áll, és így, elnézést, milyen formáció ez? De úgy, hogy tehát lehetett látni, hogy csak egy hangosan rá kell szólni, és elröhögi magát, és embrió pózba fetreng a kövezeten, mert ezt nem lehet kibírni, hogy ez a két csávó eljátsza, hogy ők valamik. És ebből az lett, hogy egy évvel később lemezt vettünk föl nála. Hát emlékszem, amikor a Dorosmédek először eljátszottam a Hello-nak az alapdolgait. Nem is volt akkord benne, csak ilyen Quint fogások, és akkor Hello, 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 azt mondja a Dorosmai, ez lesz a szöveg. Ebből a három akkornak sem mondható hangzatból ő hegesztett a szimfóniát. Na, ilyen embereket kaptam én. Az Ákos kikötötte, hogy nem fog zenélni. Szó volt arról, hogy esetleg felolvas az egyik novelláját, csak aztán utána a hangulat elragadta őt is, és elragadott minket is. És akkor én kitaláltam, hogy a kék farmeremet sárga színű színezőanyaggal megfestem, akkor én egy zöld farmernadrágot fogok kapni eredményül, ami az egész városban, az egész országban, de a keleti blokkban nagyon kevés darab. Igen, csak azt hagytam ki, hogy ha zubogó vízbe bedobom a farmernadrágot, az mintegy 6,5 méretet fog ugye összemenni. Hát gyerekek, a farmerom az zöld volt, ez kifogástalan, de gyakorlatilag mintegy harisnyanadrágot úgy kell fölcsocsózni a habtestemre. Köszönjük szépen. Köszönöm, és ne haragudjál, drága Béluska. A felolvasást meg egy másik alkalomra tartogatjuk.